Egy hatalmas földrengés elindítja azt a cunamit, amely megbénít 6 reaktort. Robbanást hallottam. Azt kérdeztem, most meghalok? Japánt a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája fenyegeti. Hatalmas nyomás van ezeken az embereken. Munkások kis csapata élet-halál harcot vív. Ellenfelük a radioaktivitás. Páran most a halálra készülnek. Az ütközet Fukushima megmentéséért és egy nukleáris rémálom elkerüléséért folyik. Nukleáris rémálom, válsághelyzet Japánban. A Japán keleti partján található Fukushima atomerőműben Chris Hope, amerikai szoftver tanácsadó egy friss bögre kávét tölt magának. 21 napi távollét után már várja, hogy újra otthon, Idahóban lehessen. Szokványos nap a mai. A hatalmas erőmű 6 blokja rutin karbantartás miatt le van állítva, míg az 1-es, 2-es és 3-as blokk a megszokott körülmények között üzemel. Délután 2 óra 46 perckor megtörténik. Ez a pillanat örökre beleégett Chris Hope emlékezetébe. Megdöbbentem, amikor az apró földrengéseket annyira lazán kezelő japán munkatársaim sorra az asztal alá bújtak. Belenéztem a szemükbe, és azonnal értettem, ez nem egy szokványos kis földmozgás. Japánban az elmúlt 1000 évben nem volt ennél nagyobb földrengés. 9-es erősségű volt a Richter skálán. Annyi energia szabadul fel, amennyit az egész Egyesült Államok egy hónap alatt használ fel. Japán szerte hatalmas repedések hasítják ketté a földet. Tokióban 5 percen át tartanak a heves földmozgások. Az irodai dolgozók rettegve keresnek menedéket az ide-oda ingó toronyházakban. Akkora energia szabadul fel, hogy a föld forgása felgyorsul. Chris Hope-nak ez lesz élete egyik leghosszabb napja, bár a valóságban a rengés miatt március 11-e 1,8 mikroszekundummal megrövidül. Olyan mélyen rezonált a föld, hogy a rezgéseket szó szerint a mellkasomon is éreztem. Por és törmelék hullott a plafonról, ami a torkomba ment. A fények kialudtak. Az idő, mintha lelassult volna, és óhatatlanul azt kérdeztem magamtól, most meghalok? Biztonságos helyen vagyok? Mi van, ha rámomlik az épület? Mintha azt kiáltottam volna, gyerünk ki, tűnés innen. Rohanni kezdtünk kifelé, korom sötét volt, egy lámpa sem égett. Chris kijutott a szabadba, és szembesült az üzemetért sérüléssel. Szemben volt az egyik reaktorépület, amin egy hatalmas repedés jelent meg, mintha robbanásokat hallottam volna. Láttam, ahogy a kémények kilengenek. Biztosra vettem, hogy le fognak dőlni. A közvetlen veszélyt az áramellátás leállása jelentette. Ám a reaktorokat a mérnökök úgy tervezték, hogy az erőmű ellenálljon a pusztító rengéseknek, és előre felkészültek az áramkimaradásra is. Ilyenkor a reaktorok automatikusan vészfokozatra kapcsolnak, vagyis vészleállást hajtanak végre. Kontrollrudak emelkednek a fűtőelemek közé, leállítva a nukleáris láncreakciót. Amikor megtörtént a földrengés, minden kontrolllámpa felgyulladt, szirénák és riasztók szóltak mindenhonnan. Egy laikus halálra rémült volna. Légvered pontosan tudja, milyen érzés egy atomerőműben lenni krízis idején. Ő irányította az elfojtási és tisztítási munkákat Three Mile Islanden. Ezeket az irányítókat pontosan erre képezik ki. Kívülről talán kaotikusnak és zűrzavarosnak látszik, de mindenki a posztján van és végzi a dolgát. Tudtam, mennyire strapabíró egy ilyen üzem, ahol a pótrendszereknek is pótrendszerük van. Alapvetően nem féltettem. A vastag vasbeton védőburkolaton nyílt repedés ellenére úgy tűnt, az erőmű nagyobb baj nélkül megúszta a rengést. Csak hogy ekkor már közeledett az igazi katasztrófa, mely nem csak az üzemet, de Japán keleti partvidékének javát is romba dönti majd.
Egy óriási cunami. Fukushimától északra, Otsuchi városában a Sea Shepherd természetvédő szervezet tagjai épp a helyi halászok delfineket veszélyeztető tevékenységét készültek ellenőrizni. Hirtelen rengeni kezdett a föld. Jelenleg épp földrengés van. Jó ég! Alig tudtam talpon maradni. Próbáltam felvenni, ahogy az autók ide-oda himbálóznak, de én is tántorogtam. Eszembe se jutott a cunami. Ám a csapatvezetője Scott West tudja, ha a rengés cunamit indítana el, ők a lehető legrosszabb helyen vannak. Figyeljetek, most szépen elmegyünk a kikötőből. Scott felemelte a hangját, látszott rajta, hogy komolyan gondolja. El kell tűnnünk a kikötőből, cunami lesz. Úgy félúton voltunk a dombok felé, amikor szirénázni kezdtek. Hallod? A csapat még éppen eléri a magaslatot, mielőtt a hatalmas cunami lecsap a hátuk mögött. Félelmetes, ami történik. Csupán másodpercek döntenek élet és halál között. Brutális erejű szökőár zúdul sok száz kilométernyi partszakaszra. Egész városok tűnnek el a földszínéről. Percek alatt 13 ezer ember leli halálát. További ezreknek örökre nyomuk vész, még félmillióan otthon nélkül maradnak. Megdöbbentőek ezek a számok. Mike és Tara tehetetlenül nézi végig a dombtetőről, ahogy az ár elárasztja a kis halászvárost, Otsuchit. Istenem, ezt nézd! Mi az ott távol? Egy ház, egy egész ház. Ez nem lehet valóságos. Szemtanúként személyes tragédiájukká váltak a történtek. Borzalmas volt ráébredni, hogy azokban az elsodort házakban esetleg emberek vannak. Máig nem tudtam feldolgozni, nem tudom, hogy kezeljem, amit láttam. Az örvénylő tengervíz számtalan egykori élet és álom darabkáit sodorja magával. A virágzó kisváros a szemük láttára változik formátlan törmeléktengerré. Végignéztem egy város pusztulását. Mindent vízborít, amit nem, az lángol. Egy cunami megállíthatatlan, és ez az erő közeledett a Fukushima atomerőmű és Chris Hope felé. Hangszórókon keresztül bemondták, hogy nagy hullámok jönnek, és elrendelték a cunami riadót. Mindenki nagyon félt. Chris mintegy 750 dolgozóval együtt biztonságos magasságba húzódott. Az erőműben csak egy maroknyi, a legfontosabb posztokat betöltő ember maradt. Nem sejthették, mekkora ár tart feléjük. Sokkal nagyobb volt, mint amire számítottak. Az erőmű tervezésekor figyelembe vett paramétereket egy háromház nagyságú szökőárhoz igazították. Csak hogy ezek a hullámok négy ház magasságúak voltak, és az ár szinte minden vészberendezést elöntött és tönkretett. A 750 dolgozó, aki magasabb helyre húzódott, biztonságban van. Ők szerencsések. Néhány társukat azonban már sosem fogják megtalálni. Elkezdtük a névsorolvasást. Ránéztem a kollégára, akinek a neveket kellett volna felírnia. Annyira remegett a keze, hogy képtelen volt megcsinálni. Át kellett adnia a listát másnak. A víz elárasztja a vészhelyzeti áramfejlesztést szolgáló dízelgenerátorokat, tönkretéve azokat. Maga az elektromos hálózat is elázik. A műhold felvételeken jól látszik a kár mértéke. Az erőmű immár képtelen volt egy ilyen vészhelyzetet kezelni. Biztos, hogy amint látták, hogy az összes dízelgenerátor elpusztult és szembesültek a természeti csapás valós léptékével, az adrenalin szintjük az égbe szökött. Az irányítóteremben krízishelyzet alakul ki, amint sok kontrollpanel kialszik, és a telefonösszeköttetés megszűnik a külvilággal.
A Fukushima atomerőművet, a világ egyik legnagyobb nukleáris üzemét, mely több mint 1 millió háztartást lát el árammal, csak az akkumulátorok tartják életben. Látták, hogy minden dízel áramfejlesztő lámpája piros. Pedig ez jóformán lehetetlen. Tudták jól, hogy az akukkal nem bírhatják sokáig. Az akkumulátorok jelentik a védelem utolsó vonalát. Most ezeknek kell táplálni a szivattyúkat, melyek a hűtővizet keringetik. Bár a reaktorok lekapcsoltak, a fűtőcsövek még mindig 260 Celsius fokosak, és a láncreakció miatt folyamatosan termelik a hőt. Ha leáll a hűtés, túlhevülnek és leolvadnak. Délután 4 óra 36-kor az irányítóterem operátorai megkapják a rettenetes hírt. Az egyes egység hűtése leállt. A helyzet eszkalálódik. A kormány elrendeli az üzem körüli 3 kilométeres zóna teljes evakuálását, és a 10 kilométeren belül élőknek azt javasolja, maradjanak zárt helyiségben. A nemzet és a világ aggódva figyeli az üzemben maradt kevés dolgozó hősies erőfeszítéseit. Nekik kell megakadályozni egy teljes leolvadást, és ezzel a nukleáris rémálmot. Japán a következő nap reggelén. A földrengés és cunami döbbenetes pusztításának képei bejárják a világot. Az áldozatok és az eltűntek száma szívszorító. A mentési munkálatok kezdenek beindulni, ám a feladat óriási. Az utak és vasútvonalak járhatatlanok. Az elektromos és kommunikációs hálózat romokban. Nehéz elképzelni, hogy a világnak ezen része valaha is kiheverheti ezt a katasztrófát. A hatalmas Fukushima erőmű a csendes óceán partján maga tehetetlen óriásként vergődik. Nincs áram, és így a hűtőrendszerek sorra leállnak. Az egyes blokk már is kezd túlhevülni. A munkások sugárzásvédő overában és maszkban vannak. Nekik kéne valami megoldást improvizálni, ám szó szerint a sötétben tapogatóznak. Egyszerre 5 kritikus dolgot kellett leküzdeniük. Traumatikus helyzetben voltak, elképesztő nyomás nehezedett rájuk. Nem láttak semmit a sötétben, és még csak kommunikálni sem tudtak abban a maszkban. Nagyon nehéz lehetett. A vezérlőben a mérnökök úgy próbálnak előrukkolni valamivel, hogy még idejük sem volt pontosan felmérni a károkat. Ocucsi halászvároskájában azonban elkeserítően nyilvánvaló a kár mértéke. Ott még mindig füstöl. Tarát és kollégáit a Sea Shepherdtől sokkolja a füstös párába burkolózott völgy állapota, ahol egykor egy városka élte életét. Leírhatatlan, amit akkor és ott éreztem. Ahogy leereszkednek a dombról, tudják már, az egyetlen kivezető út a gyaloglás. Szembesülnek a pusztítással, amitől épp hogy csak megmenekültek. Itt egy utca volt. Tegnap még teljesen víz alatt volt. A villanyoszlopok kidőltek, a vezetékek ott feküdtek csupaszon. Nem tudtuk, van-e bennük áram. Vigyázz a vezetékre! Teljes volt a pusztítás, felfordult autók, meg minden. A szökőártól védő fal maga is víz alatt volt. Az a hatalmas nagy fal. Jelenleg próbálunk kijutni innen. Itt már nincs is út, elpusztult. Mintha elvágták volna az utat. Nem nagyon tudtunk tovább menni, teljesen szürreális volt. 24 órája itt egy tevékeny, lüktető kisváros volt. Most csak mélységes csend van, és dermedt nyugalom. Jó, ha a házak 1%-a állt még. Az egyetlen éppen maradt ház az volt, ahol mindenki aludt akkor éjszaka. Nagyon furcsa volt. Bármerre néztél, semmi sem maradt. Elmentünk a következő dombig. Találtunk egy kis csoportot. Azt hiszem, azon a helyen állt a házuk. Ételt adtak, és helyet a tűznél. Fire.
Mind meg voltak rendülve. Elég volt végignézni rajtuk. Az, amire gondolok? Igen. Ó, Istenem. Édes Istenem. Ágyak voltak kitéve. Nem kapcsoltam, azt hittem, ott aludtak éjszaka. De testek voltak, a családtagjaik holtteste egymásra fektetve és letakarva. Addig sosem láttam halottat. Megértettem, hogy akár én is feküdhetnék ott. Tara 8000 kilométerre van otthonától, szemtől szemben olyan idegenekkel, akiknek éppen most forgatta fel az életét egy elképzelhetetlen tragédia. Ők nem beszélnek angolul, ő nem beszél japánul. Az egyetlen, ami összefűzi őket, a közös emberségük. És bár annyi minden elveszett számukra, mégis készek megosztani azt, amiük maradt Tarával és kollégáival. A csapatra rendkívüli hatást gyakorolt ez a gesztus. Étellel kínáltak. Mindenkinek személyesen kis rizsgolyókat csináltak. Bámulatos volt ez a nagy lelkűség. Az emberi tartás és méltóság különleges pillanata volt ez. Tara és Mike úgy döntenek, megpróbálnak eljutni a 43 kilométerre lévő Tono városába. Kijutottunk Otsuchiból. Megint egy robbanás, jó ég! Annyi szemét és szennyeződés van mindenütt. A város egy romhalmaz. Egy hídon vagyunk. Valószínűleg ez az utolsó, amit valaha is látunk Otsuchiból. Nem csak Otsuchiban szakadnak meg a szívek. Fukushimában sok munkás nem tudja, éle még a családja, áll-e még az otthona. Újabb lelki teher azokon, akik a nukleáris katasztrófa elkerüléséért küzdenek. A feladat kihívásait és a munkások lelki erejét kolléganőjük Michiko Otsuki örökíti meg. Tisztában vagyunk vele, ha tovább dolgozunk, lehet, hogy a biztos halál vár ránk. Sokunk semmit sem tud a családjáról. A Fukushima erőműben tovább romlik a helyzet. A tragédia besorolását már 4-es fokozatúra változtatták. A legtöbb aggodalmat az egyes blokk okozza, ahol a hűtőrendszerek leálltak, és a fűtőelemek egyre inkább túlhevülnek. Ha a mag megolvad, az sokkal-sokkal nagyobb baj. A körülmények egyre bizonytalanabbak a 20 méteres acélreaktor tartály belsejében. Hiába kapcsolt le az üzem, a nukleáris üzemanyagban a láncreakció folytatódik, és folyamatosan termeli a hőt. A rendszerben édes víz kering, ez gondoskodik a reaktor hűtéséről, de áram nélkül a víz nem mozdul, és csak párolog. A vízszint egyre csökken, lassan már nem fedi a fűtőelemeket és az őket szabályozó csöveket. 1200 Celsius foknál beindul egy kémiai reakció, és a túlfűtött vízből kiváló hidrogéngáz drasztikusan megnöveli a belső nyomást. Ez az úgynevezett exoterm reakció, egy hőfelszabadulással járó kémiai folyamat. És ha eléri az 1200 fokot, a csövek felgyulladnak, ha a levegő is van, illetve megolvadnak, ha nincs. Lassan a kis labdacsok formájában jelenlévő tulajdonképpeni nukleáris fűtőanyag is olvadni kezd. A kontrollcsövek elolvadtak vagy elégtek már, a fűtőcsöveken a sor, és ezek olvadásával válnak a radioaktív anyagok is szabaddá. Előbb a gázok, mint például a jód. Aztán olvadt fém formájában lépnek közvetlen kapcsolatba a rendszerrel, ilyen a plutónium, a cézium vagy a stroncium. Az operátorok egy teljes leolvadástól tartanak leginkább, ami a magas radioaktivitású anyagok környezetbe jutását jelenteni, és katasztrofális hatásokkal járna. Hogy csökkentsék a nyomást, megpróbálják a gőzt és a hidrogént kiengedni a tartályból. Ezen a szinten a tankönyvek már nem segítenek. Egyedül a józan ítélő képességükre hagyatkozhattak, hogy valahogy kezeljék az egyre veszélyesebb szituációt. Közben az illékony hidrogén valahogy utat talál kifelé, és összegyűlik a reaktorépületben. 3 óra 36 perc.
Egy hatalmas robbanás szakítja szét az egyes blokk épületét, fémet, betont és feltételezhetően sugárzó anyagokat is az égbe repítve. Ezek a képek a legrosszabb nukleáris katasztrófa rémképét vetítik előre. A Fukushima atomerőműben kezdik elveszíteni az uralmat az egyre mélyülő válsághelyzet felett. A legfontosabb most az, hogy megelőzzenek egy ugyanolyan robbanást, mint ami szétvetette az egyes blokkot. A veszélyt ekkor már nem csak a sugárzás jelenti. Egy ekkora robbanás közvetlen életveszélyt jelent mindenki számára az üzem területén. Persze ott a légnyomás, aztán mindenfelé acél és beton törmelékek hullanak az égből. Az első robbanás több tonnás acéllemezeket röpített több száz méteres magasságba. A japán energiaipari vállalat a TEPCO illetékesei azt nyilatkozzák, a robbanás által a szabadba jutott sugárzás mértéke nem jelentős. Ám az általános félelem nem szűnik. A legrosszabb forgatókönyv egy teljes reaktormag leolvadásának lehetősége. Még mindig komoly realitás. Az olvadt üzemanyag olyan, mint a láva, és a gravitáció által lefelé kezd el mozogni. Könnyen átégetheti a reaktorblokk 16 centi vastag alját, és akkor a konténment épület marad az egyetlen dolog, ami megakadályozhatja, hogy a környezetbe jusson. Hogy elkerüljék a legrosszabb nukleáris rémálmot, édes víz hiányában a mérnökök kétségbe esett döntést hoznak. Tengervízzel fogják hűteni a reaktorokat. Mivel áram továbbra sincs, tűzoltóautókat hívnak, hogy azok pumpáit használják. Ha tűzoltó autóról kell atomreaktorokat hűteni, az a nap már rosszul kezdődik. A sós tengervíz nagyon korrozív. Amikor ez a döntés megszületett, azzal megpecsételték az üzem további pályafutását. A víz annyi kárt tesz a rendszerekben, hogy azokat soha többé nem lehet majd újraindítani és használni. De ezen a ponton már nem maradt más lehetőség. Ez volt a legutolsó esély. És azt értelemszerűen megragadod, ha élni akarsz. Akkor is, ha ezzel az erőműnek befellegzett. Tehát a sós víz véglegesen megrongálja a reaktor legfontosabb részeit, elkorrodálva mindent, amivel érintkezik. És ezt valaki biztos jelentette a főnöknek, hogy most tesznek tönkre egy 5 milliárd dolláros erőművet. Az egyes blokk robbanásának képei újra és újra bejárják a médiát és az internetet. Tara Millen, Mike Voss és a Sea Shepherd csapata már egy hotelból nézik a szörnyű képeket. 13 órás erőltetett menettel elérték Tono városát. Kimerültek, és a robbanások és a sugárzás veszély lehetősége sokként éri őket. Ez már kezd túl sok lenni számukra. Azt mondtuk, olyan gyorsan, olyan messzire kell jutnunk ettől a területtől, amennyire csak lehet. Nem volt valódi képünk a helyzet súlyosságáról, amíg nem láttuk, hogy viselkednek a város lakói. A földrengés után azt gondoltuk, ez rossz, de megúsztuk. Amikor a szökőjár elvitte az egész várost, azt gondoltuk, ennél rosszabb már nem lehet, de folyton csak rosszabb lett. A város szó szerint bezárkózott, senki sem volt az utcákon. Ha egy-két bolt ki is nyitott, csak percekre tette. Már nem abban a valóságban voltunk, amit addig ismertünk. Semmi más nem járt a fejünkben, csak minél előbb elmenni onnan és hazakerülni. Mike és kollégái végül találtak valakit, aki elhozta őket Tonóból. Hamarosan felülhettek egy hazafelé tartó gépre. Fukushimában ekkor már több fronton zajlik a küzdelem. A hármas reaktor hűtése leáll. A tartályban csökken a vízszint, és nő a nyomás. Mielőtt bármit tehetnének, először csökkenteni kell a nyomást, ki kell engedni a bent lévő gázokat. A reaktor tartályban majdnem 7000 paszkál volt ekkor már a nyomás. A tűzoltópumpák ennél jóval alacsonyabb nyomással dolgoznak. Ha nem sikerül lecsökkenteni a belső nyomást a szivattyúk működési szintje alá,
A pumpák hiába működnek, a sajátjukénál nagyobb nyomású közeg csak visszalöki a vizet. Ezt a célt szelepek szolgálják végig az egész gőzvezeték hálózaton. A munkások kinyitják ezeket a szelepeket, hogy a reaktortartályban lévő nyomás lecsökkenjen annyira, hogy a tűzoltó szivattyúk képesek legyenek bejuttatni a tengervizet. Az egész olyasmi, mint amikor az autógumi szelepét kinyitjuk, hogy leeresszük. Ám mielőtt bármire is lenne idejük. Egy hidrogén robbanás keresztül robbantja a hármas blokk tetejét. 11 munkás megsérül. A Fukushima erőmű kezd egy háborús zónára hasonlítani. Látni lehetett a tévében, érezni a sajtótájékoztatókon, a szóvivők hangján, hogy a legrosszabb még hátra van. Ken Belson a New York Times tokiói tudósítója. A város nyugtalan, az erőteljes utórengések csak nem szűnnek. Napi 3-5 utórengés volt, közöttük néhány kimondottan nagy. Ha ültem, nem tudtam megállapítani, hogy én lögtem meg magam, vagy a ház mozog a székkerekei alatt. Elég idegtépő volt. Az erőműben a mérnökök új tervvel állnak elő, hogy a kettes épületben csökkentsék a nyomást. Ám ez rendkívül veszélyes feladatot ró a munkásokra. Azt találták ki, hogy beküldik a munkásokat az ekkorra hidrogéngázzal telített kettes reaktorépületbe, hogy vágjanak egy 6x6 méteres lyukat a falba, és ott kijöhetnek a gázok. Nagyon eredeti gondolat volt, és gyorsan is reagáltak. A legszebb az egészben, hogy működött. Segített távoznia a felgyülemlett gázoknak, és ezzel megakadályozták az épület felrobbanását és a nagyobb sugárszennyezést. Igaz, a gőz maga is radioaktív volt valamennyire. Kitűnő példa ez arra, amikor nem a tankönyvekre hagyatkozunk, hanem kreatívan gondolkodunk. Amikor a panelt eltávolították, a robbanékony hidrogén és a gőz kiáramlott az épületből. Az akció sikerült. Hajnalban azonban mégis történik egy újabb robbanás. Ezúttal a 4-es blokk épülete repül a levegőbe. A sugárzás szintje új csúcsokat ér el. Jód 131-es és cézium 137-es izotóp kerül a levegőbe. Ha az emberi testbe is bejut, károsítja a DNS-t, betegséget vagy rákot okozva. A legveszélyesebb talán, ha a tüdőbe kerül, mert akkor a testünk belülről kapja a sugárdózist. Ezért életbe vágóan fontos védőruhát és maszkot viselni, mert akkor nem jut be a szervezetbe. Ha a rendelkezésre áll megfelelő ruházat, megfelelő maszk, tudod, hogy mit csinálsz és hogy hová nem szabad lépni, akkor a kockázat, nos, kezelhető. Úgy tűnik, az erőműben a csata vesztésre áll. A japán miniszterelnök megjelenik a nyilvánosság előtt, és arra kéri az üzem 30 kilométeres körzetében lakókat, hogy maradjanak bent, és zárják be az ajtókat és az ablakokat. A helyzet veszélyes. 750 dolgozót evakuálnak, csak 50 bátor ember marad, hogy kezelje a tengervizet pumpáló szivattyúkat. A fukushimai 50-ek néven kerülnek be a köztudatba, és egy világ nézi minden mozdulatukat. A Fukushima atomerőmű. Egykor a modern technológia csodája volt, ma olyan, mintha háborús övezet lenne. Csak a fukushimai 50-ek csapata van még itt. Feladatuk, hogy megelőzzék a fűtőelemek túlhevülését és a gázképződést, aminek hatására újabb robbanás következhetne be. Olyanok, mint a katonák a harcmezőn behúzott nyakkal, nehogy találat érje őket. Ám ez az ellenség néma és láthatatlan. Geiger számlálókat és dózismérőket használnak, hogy felmérjék a veszélyt. Mindenkin többfajta dózismérő van. Dr. Robert Gale a sugárzás és a rákos elváltozások összefüggéseinek szakértője. A kezdetektől tanácsokkal segíti a japán döntéshozókat. Két dózismérő, amit viseltek, a külső sugárzást volt hivatott mérni, míg egy harmadik azt a mennyiséget, ami esetleg már bejutott a szervezetbe légzéssel, vagy másképpen.
Úgy tűnik, a munkások lassan egy kis lélegzetvételnyi időhöz jutnak. A kettes reaktor nyomása csökken, és már nem látni az addig a négyes blokkban égő tüzet. Ám reggel a sugárzás szintje hatalmasat ugrik. Ez olyan mértékű, hogy a munkásoknak sürgősen vissza kell vonulniuk. Ám amint a sugárzás szintje újra csökken, a munkások csoportja visszatér. Önfeláldozó elhivatottságuk felvet néhány örök kérdést, melyet Ron Fountain is személyesen megélt. Three Mile Island dolgozójaként ő is a posztján maradt, amikor a helyzet kritikussá vált. Sokan kérdik, de hát miért kockáztatják az életüket? De ki más tenné? Úgy ismerik az üzemet, a rendszereket, mint a tenyerüket, hogy mit és hogyan kell csinálni. Oda ők kellenek. Fukushimában már munkások százai állnak készen, ám mivel a feladat ennyire veszélyes, egyszerre csak kis csoportokban mehetnek be a sugárzó munkaterületre, egy dóziselosztásnak nevezett rendszer alapján, rövid műszakokban váltva egymást. A maximális dózis, aminek egy munkás ki lehet téve, 250 millisievert. Mi, egyszerű emberek, átlagosan úgy évi 6 millisievertet kapunk, vagyis itt a 40-szereséről van szó. Úgy tűnik, a munkások felkészültek arra, hogy feláldozzák az egészségüket és talán az életüket is a tragédia elkerüléséért. Egyesek közülük abban a tudatban vannak, hogy addigra már megkapták a halálos dózist. Igen, biztos vagyok benne, hogy páran már félig halottnak érezték magukat. Lehet, hogy ez nem tükrözte a tényeket, de belül, lélekben készen álltak erre az áldozatra. A miniszterelnök szerint nem szabad meghátrálni. Rossz nyelvek szerint a munkások parancsra maradnak az épületben, ám ez nem igaz. Sok kollégával beszéltem azóta, és tudom, hogy inkább az ellenkezője volt az igaz. Nem volt kötelező maradni, mégis sorban álltak az önkéntesek. A munkakörülmények hihetetlenül nehezek. Ott alszanak, ahol épp helyet találnak. Az ételt és a vizet fejadagokban kapják, és állandó a sugárzás veszély. Végül egy hét küzdelem után erősítés érkezik a japán önvédelmi erők, a rendőrség és a tűzoltóság képében. Kocsikkal és vízágyukkal szállnak be a küzdelembe. Előtérbe kerül a használt fűtőanyagokat rejtő medencék okozta veszély. Ezeket eddig a reaktorépület védte a külvilágtól, ám ez a védelmi vonal nincs többé. Három medence közvetlenül ki van téve az elemeknek, és bármikor nagyobb mennyiségű sugárzás kerülhet a levegőbe. Két Chinook helikopterről vízzel kezdik öntözni a hármas medencét. A jobb sugárvédelem érdekében utólag ólomtáblákkal burkolták a gépeket, és a pilóták teljes sugárvédelmi felszerelésben repülnek. Hogy minél rövidebb ideig legyenek kitéve a sugárzásnak, nagy sebességgel mintegy 7,5 tonna vizet zúdítanak le. Ám lehet, hogy más céljuk volt vele. Ha jobban megnézzük a repülések felvételeit, akkor az látszik, hogy még csak meg se kísérlik eltalálni a medencéket, vagy akár az épületeket, vagy csak néha, ha a szerencse úgy hozta. Szerintem a vízpermettel próbálták a lassan terjengő izotóp felhőket visszanyomni a fukushimai üzemterületére, mondván inkább ott rakódjanak le, mint hogy a széllel kijussanak az evakuációs zónán kívülre. A műveletek irányítóit folyamatosan nyomasztja a dolgozók biztonsága. Aki kijön, nézze meg, van-e valamilyen tünete. Vigyetek még egy dózismérőt. Akit letesztelek, menjen vissza a minibuszhoz. Miközben a helikopterek vízzel bombázzák az erőművet, a kettes blokk alaksorába elektromos szerelőket küldenek. Pokoli körülmények között próbálják bekábelezni a területet, hogy újraindítsák a stabil hűtést. Csak hogy mindenütt erősen sugárzó, forró pontok találhatók.
20 percet van, hogy ezt a kábelt innen oda elvezesd és bekösd. Folyton számon tartod, maradt 10 perc, maradt 9, maradt 8 perc. Ha nem sikerül, a következő csapat is késni fog miattad, és annál később lesz áram a vezérlőben. Egész Japánban leáll az élet, ahogy az emberek országszerte komor csöndben emlékeznek az egy hete történt katasztrófa halottjaira és eltűntjeire. Tokióban az illetékesek ötös szintre emelik a nukleáris baleset besorolását. Eszerint a fukushimai munkásoknak egy az 1979-es pennsylvániai Three Mile Island-del megegyező kaliberű balesettel van dolguk. Végre helyreáll az áramellátás. Az erőmű a rengés óta először kap energiát kívülről. Tokióban azonban pánik kezd kibontakozni. Vajon biztonságos az ivóvíz? A krízis először válik közvetlenül is fenyegetővé Tokió 13 millió lakosa számára. A sorozatos robbanásokat követően a szabadba kerülő radioaktivitást eddig északkelet felé sodorta a szél, ki a tengerre. Most azonban megfordul a széljárás, és a sugárzó anyagokat már 240 kilométerre az ellenkező irányban, Tokió irányában is érzékelni lehet. A szakértők attól tartanak, hogy a rákkeltő jó 131-et az eső belemossa a város ivóvízhálózatába. Az illetékesek bejelentik, hogy a víz koncentrációja kétszerese a gyermekek számára megengedett határértéknek. Ez vásárlási pánikot vált ki. Mindenki a legrosszabbra készül. Nem lehetett vizet kapni a boltokban. Ám szakértők egy csoportja túlzásnak tartja a pánikot, mondván ez a szint még senkire nézve nem jelent egészségügyi kockázatot. Fontos, hogy értsük, mit jelent ez a szennyezettség. Ihatok egy pohár vizet? Persze. Megihatok százat? Abszolút. Egy tengeren túli repülőút legalább ekkora kockázattal jár. A dolog ott kezd kockázatossá válni, ha valaki hosszú éveken keresztül ilyen vizet iszik. Vagyis, bár a sugárzás szintje Tokió ivóvízében meghaladja a törvényes határértéket, ez mégis kisebb, mint amennyi sugárzás átlagosan ér bárkit is. Megtörténik a bejelentés az illetékesek részéről, hogy Tokióban esett a sugárzás szintje, és a víz megint bárki által fogyasztható. Ám nincs sok hatása a közhangulatra, a félelem és a magára hagyatottság érzése megmarad az emberekben. Mit biztonságos enni és inni? Teszik fel a kérdést. A feleségem terhes, úgyhogy nagyon aggódunk. Félek, hogy mind sugárfertőzést kapunk. Nem látom, hogy a kormány elég egyértelmű lépéseket tenne. Fukushimában folytatódik a küzdelem a reaktorok hűtéséért. A folyamat lassú, egy lépés előre, két lépés hátra. Haladás az egyik oldalon, újabb bonyodalmak a másikon, és egy ilyen bonyodalom ismét veszélybe sodorja az egész műveletet. Annak a hatalmas mennyiségű víznek, amit a reaktorokba pumpálnak, illetve a területre szórnak, nincs hová elfolynia, helyette radioaktív tavacskák alakulnak ki mindenütt. Döntést hoznak, hogy amint egy 11 ezer tonna radioaktív vizet egyenesen a tengerbe vezetik. A TEPCO hivatalnokainak fogadkozásai ellenére ismét megrendül a már így is ideges lakosság bizalma. Mostanra több mint 200 ezer embert telepítettek ki, ám az evakuációs zónát ismét kiterjesztik ezúttal 30 kilométeren túlra. Sokan kételkedni kezdenek, hogy valaha is visszaállhat-e a rend. A Fukushima erőmű személyzetét kizsigerelte az egy hónapja tartó kézitusa, ám egy hónap elteltével végre komoly gépesített segítség érkezik a hullafáradt munkások segítségére. Buldózerek, markolók, teherautók. Sőt, még biztonságos távolból bevethető távirányítású és automatizált robotok és járművek is. Robotokkal és más távirányítású eszközökkel tolják el az útból,
a túlságosan fertőzött törmelékhalmokat, amik létfontosságú rendszereket tettek megközelíthetetlenné. Csupán ez a törmelék maradt szerény mementóként, Japán egyik legfontosabb erőművéből. A high-tech robotizáció nem szorítkozik csupán a földi használatra. Délután 4 órakor egy távirányított repülő emelkedik el a földtől. Anélkül, hogy a pilóta épségéért aggódni kéne, a gép képes huzamosabb időt eltölteni a terület felett, akár lebegve is. Létfontosságú adatokat és képeket rögzít a reaktorokról. Az adatok Tokióból érkező kiértékelése kijózanító. Az illetékesek elismerik, amitől sokan féltek. Nagy arányú radioaktív szivárgás történt, melynek messze Japán határait meghaladó hatásai lesznek. A fukushimai baleset hivatalosan is megkapja a 7-es besorolást, mely a legmagasabb katasztrófa szint az atomerőművek számára. Bár gyanítható, hogy mindhárom a balesetkor működő reaktorban részleges leolvadás ment végbe, jelenleg már kontroll alatt tartják a bennük uralkodó nyomást. Győzelemről senkinek sincs kedve beszélni, ám annyi biztosnak látszik, hogy 33 nap után a munkásoknak sikerült egyfajta patthelyzetet elérni. Egyszer majd teljesen visszanyerik az irányítást, ha a reaktormag és a használt fűtőelemek is hűlni kezdenek. Nem tudom, egy hónap vagy egy év után fog-e megtörténni, de a helyreállítás majd csak azután kezdődhet. A csernobili atomkatasztrófának immár 25 éve, ám az erőművet még most is egy 2500 négyzetkilométeres lezárt zóna veszi körül. Vajon Fukushimában hogy sikerül a talpraállás? Vajon a halászok visszatérnek-e valaha is a környező vizekre? Vajon milyen hosszú időre kell elhagyni a földeket? Mi történik azokkal, akiknek az élete generációk óta ehhez a tájhoz kötődött? Jellemzően a lakosok nagy hányada egész életét azokban a falvakban, városkákban töltötte. Egy áttelepítés Tokió vagy Osaka külvárosaiba nagyon megrázó és szomorú dolog számukra. Több halottja lesz ennek a szomorúságnak, mint magának a földrengésnek. Bár földrengés veszélyes zónában az óceán partján épült, a Fukushima atomerőmű tervezői számoltak a földrengések és szökőárak veszélyével, és hitték, hogy az építményt felkészítették ezekre. Az Egyesült Államokban is sok atomerőmű épült törésvonalak közelében vagy a tengerparton. 23 amerikai erőmű használ olyan védelmi rendszert, ami csődöt mondott Fukushimában. Vajon Amerika atomerőművei mennyire sérülékenyek? Azt gondolom, Fukushima egyik tanulsága az, hogy bármelyik katasztrófa lehet olyan mértékű, amely meghaladja a jelenlegi védelmi rendszerek szintjét. Világszerte több mint 400 atomerőmű üzemel. Vajon fel tudunk készülni minden eshetőségre? Lehetséges egyáltalán garantálni az atomenergia biztonságát? A jövő eseményeit nem láthatjuk előre, és a kérdés továbbra is felmerül, vajon képesek vagyunk irányításunk alatt tartani? Fel lehet előre készülni a dolgokra, és a tervezésnél mindig van egy legrosszabb esetre szóló forgatókönyv. Azonban nem veszünk számításba egy annál is rosszabb lehetőséget. A hiba lehetőségek száma végtelen. Hogy mi történik Fukushima után? Erre valószínűleg még évekig nem kapunk választ.